De legtöbb esetben a jogászok a rasszizmus ellen nem jogi eszközöket ajánlanak. Érdekes az, hogy mi magunk azt gondoljuk, hogy a jog ebben az esetben nem egy jó eszköz, egy végső eszköz, csak az egészen extrém helyzeteknek a kezelésére érdemes jogi eszközöket, eljárásokat bevonni, és sokkal inkább egy ilyen oktatás, közvéleményformáló eszközöket érdemes megpróbálni, és ebben a, talán a sportban egyébként is ugye nagyon fontos az, hogy legyen egy példakép, egy példamutatás, egy inspiráló személyiség, vagy egy életpálya, és itt is azt gondolom, hogy valószínűleg ez lehet a legcélra vezetőbb, amikor olyanok, akik másokra hatással bírnak, akik hitelesek, és akikre felnézünk, azt mondják, hogy elutasítják a rasszizmust. Fontosnak tartják azt, hogy mindenkit egyenlő méltóságú emberként kezeljünk, akár a sportpályán, akár azon kívül helyzetekről van szó. Tehát azt gondolom, hogy például amikor híres focisták, elismert sportemberek kiállnak, és azt mondják, hogy ők ezt elutasítják, és nem csak mondják, hanem egyébként az életükben mindenféle ilyen mindennapi helyzetben ezt a példát valóra váltják, akkor ez egy nagyon fontos követendő példa lesz azoknak, akik egyébként fontosnak tartják ezeket a példamutató, ikonszerű, idolszerű embereket. Fociban nagyon sok külföldi játékos is az elmúlt években megjelent, és ott nap mint nap együtt dolgoznak, együtt edzenek, közös élményeik vannak. Én azt gondolom, hogy ezek például nagyon jól rá tudnak arra cáfolni, hogy milyen különbözőek az emberek, inkább azt tudják megerősíteni, hogy milyen hasonlók. Pont ez a baj talán, hogy mondjuk Magyarországon az iskolarendszer egyre inkább úgy tűnik, hogy egy számos szempont alapján szegregálódik, tehát nem találkoznak a nagyon gazdagok a nagyon szegények, nem találkoznak sok esetben magyarok romákkal, és viszont, és éppen ezért ezek a szakadékok épülnek, mélyülnek, ahelyett, hogy valahogy megpróbálnak ezen változtatni és közelebb hozni az embereket. Itt nyilván az iskola ennek a legfontosabb terepe, tehát az, ahol a gyerekek a társadalmi viselkedési normákat megtanulják, de hát az iskola mellett a másik, ugye a család. Tehát az nagyon fontos, hogy például az, amit valaki otthonról hoz, és adott esetben egy egyértelmű előítéletet megfogalmazó, ilyen becsmélő kifejezés. Arra például egy tanár felkapja a fejét, és megpróbáljon erről beszélni a gyerekekkel, nem szidással feltétlenül. Tehát nem egy negatív élményt kell adni, hanem inkább erről a témáról beszélni.